Sziasztok, én Tokugawa vagyok, és reagálni szeretnék egy hozzászólásra, amelynek én nagyon megörültem, ugyanis én mindig is ilyen hozzászólásokat kértem tőletek, vagyis tapasztalatok kifejtését, hogy próbáljátok ki ugye a Linuxot, és most egy kedves kommentelő az egyik videóm alá, azt hiszem 2-3 videóval ezelőtti hozzászólásokban meg is találjátok ezt a leírást, ő megosztotta velem a véleményét, miszerint a videók alapján, amiket ő látott a csatornán, sok idő után kipróbálta az Ubuntu-t, a Linux mintát, a Zorint, illetve a Mate-et, és apró, ám de igen kellemetlen meglepetésekkel szembesült, pár órai használat után hozzáteszem itt a fontos a pár órai használat, mégpedig olyan problémákkal, hogy egyrésztről nem sikerült tökéletesen, ahogy ő fogalmazott, és nem szó szerint idézem, programozás nélkül kiszenvedni az asztalra egy VLC ikont mondjuk, vagy particionálási problémák voltak, vagy többek között olyan problémák is fölmerültek nála, hogy frissítette az Ubuntu-t, ezt tette föl nála az íra a pontot, illetve frissítette, és utána nem ismerte föl számára a telefonjának az SD kártyáját, vagyis ugye hát a plusz háttértárat. Így ezáltal nem tudott semmit se lementeni a telefonról, ugye a számítógépre. Nos, én ennek nagyon örültem, és mégpedig azért, mert így lehet igazából tanulni, és azt észrevenni, hogy mire is van szükség ahhoz, hogy egy Windowsos, aki egész életében csak Windows használt, az egyszer próbát tegyen a Linux-szal is. Az, hogy félkész lenne a rendszer, ahogy ő fogalmazott, tény és való, hogy vannak benne érdekességek, főleg Windowsosok számára, olyan érdekességek, amivel Windows alatt semmiféleképpen nem találkozik szinte az ember, vagy ha találkozik is vele, ott máshogy kell megoldani, mint Linux alatt. Én azt kell, hogy mondjam, hogy soha nem mondtam, hogy talán nem mondtam, hogy a Linux egy Windows. Nem egy ingyenes Windows klónról beszélünk, hanem egyszerűen egy másik operációs rendszer családról, ami teljesen más megvalósítással készült, már maga a kernelre is gondolva, illetve a megoldási dolgokat tekintve is, mint a Windows. Viszont például az ikont kitevése asztalra én nem tartom olyan szerencsésnek, mert hogyha megnézitek, akkor most például Windows alól készítem ezt a videót, és hát a Windowsnak az egyik dolga az ez. Nézzétek meg. Teli van az asztal gyakorlatilag ikonokkal, és innentől kezdve a háttér, amit már az első videókban is láthatatok, szinte nem látható. Míg ugye egy Linux esetében, hogyha megnézitek mondjuk Ubuntu-nál, akkor az oldalsávra kitehető, ez nagyon egyszerű, elindítod az alkalmazást, és az ikonjára az oldalsávon jobb klik és indítóban tartás, vagy pedig Linux Mint-nél, illetve Zorin-nál, a Zorin meg ugye hát Ekte direkt azt akarja, hogy minden Windowsos kerüljön át minél hamarabb Linuxra, ezért még olyan felületet is ad a kezünk alá, mint egy Windows 7 vagy akár egy XP. Ott pedig csak egyszerűen drag and drops, vagyis kihúzzuk és oda tesszük, hogyha valaki annyira szeretné ugye a asztalra tenni az ikonokat. A particionálás kérdése, nos, azt kell, hogy mondjam, hogy a particionálás én mindig az elején a telepítéskor megcsinálom úgy, ahogy az nekem jó, és utána többet nem nyúlok hozzá. Az, hogy hogyan lehet megoldani az, hogy miután valamit particionáltunk, és mondjuk bemenjünk egy olyanba, mint a Windowsnál a lemezkezelő, és ott utólag is módosítsunk rajta, nos ennek utána fogok nézni, és akkor erről is készül videó, meg akkor már készül ugye akkor a ikon kitevésről különböző rendszerek alatt. Az, hogy a telefont vajon miért nem ismerte föl, annak szerintem lehet az is az oka, hogy nem lett jól leválasztva, ugyanis Linux alatt is ugyanúgy le kell jól választani, mint egy Windows alatt. Ugye ez a rámész a kis ikonjára, és akkor eltávolítás, és kiírja, hogy a hardware eltávolítása biztonságos című történet, mert ugyanígy lehetnek zavarok. Az, hogy milyen frissítések jönnek az Ubuntu-hoz, és azok milyen problémát okoznak, az pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanúgy, mint Windows esetében bármikor felmerülhetnek, és visszatérve a videó elején
megjegyzett és külön kiemelt pár órás használatra. Én azt mondom, hogy az kevés. Én amikor elkezdtem ezt az egész Linuxos történetet, hogy kipróbáljam meg ilyesmi, nekem bazi nagy szerencsém volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy bazi nagy szerencsém volt, mert olyan embereket sikerült megismernem előtte, akik úgymond a hónom alá nyúltak és végig támogattak, mint egy fél lábút a rendszer megismerésekor, és azt sem mondom, hogy tökéletesen ismerem a rendszert, mert nem, én csak használni tudom, de nem ismerem. Ez olyan, mint hogy csinálod, de nem tudod, hogy mit. Csak működik. Passzentosan király minden, de hogy hogyan az létre, meg stb. Arról fogalmam nincs, mert ugye én is csak felhasználói szinten, és igen sokszor Windows-os szemmel közelítem meg, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elején már a telepítésnél például az én kedves bénafarkas barátomhoz fordultam, hogy te figyeljél már, hát ez meg az meg amaz nem úgy van, mint a Windowsnál, vagy például amikor fölraktam először, én például a bootot nem jól helyeztem el. Ezt a groove-ot, ugye, ami végül is a boot managernek megfelelő Windows alatt, az egyszerűen nem jött be. Egyfolytában váltogatnom kellett a Vinyó meg a SSD között, hogy melyik rendszert akarom használni, nem tudtam kiválasztani menüből. És ő segített például a parancsorba, hogy gépel be ez, gépel be az, gépel be amaszt, és akkor indítsd újra és nézd meg. És akkor sikerült. De utána újra húztam a Ubuntu-t, akkor éppen, mert ugye én az Ubuntu-val kezdtem, és gyakorlatilag utána már működött. Csak annyi volt, hogy ki kellett választanom, hogy melyik legyen a bootloader, melyik Vinyóra kerüljön, és hát ugye azt érdemes arra tenni, amin éppen a rendszer van, vagyis arra a Vinyóra az én esetembe. De említhetném a hatlábú farkast, DGG Johnny-t, akkor Wilmert, és még sorolhatnám 600 évig a neveket, hogy kik voltak azok, akik segítettek nekem, hogyan lehet megoldani ez, vagy az, vagy amazt. De nálam is több napos kínszenvedés volt néha. Ezt azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki elkezdi, és azt mondja, hogy igenis, kipróbálom, és stb., akkor ne Windowsos fejjel rohanjon neki. Használja a puszta logikáját, és gyakorlatilag úgy kell tenni, hogy mindent olvasson el előtte, és azt ne várja el, hogy minden úgy fog működni, mint Windows alatt, mert nem. Akkor abból az lesz, mint ahogy a kedves hozzászóló is ugye elmondta a véleményében, hogy, és ezzel én tökéletesen nem értek egyet, de akkor egy újabb embert is nyertünk a legalitásnak, mégpedig, hogy több órai szenvedés után eljutott arra a pontra, amire sokáig nem, hogy most már képes lenne fizetni a Windowsért, és visszamenekült Windows 7 alá. Én pont ezt mondtam gyakorlatilag, hogyha arról van szó, hogy valaki mégsem barátkozik meg a Linux-szal, és nem jön be neki, vagy csak egyszerűen elakad, és nem tud egymagától, hozzáteszem egymagától, nagyon nehéz lesz túllépni a problémákon. Ezért jó, hogyha vannak ismerősei, vagy olyan emberek, akik tudnak neki segíteni. Ugye itt megint csak fölmerül az, mint amikor azt mondják, hogy milyen rendszert tegyek föl otthon. Ha Windowsos srác van a szomszédban, akkor Windows-t rakják föl. Ha Linuxos srác van a szomszédban, akkor Linuxot, mert akkor ott a segítség a közeledben. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ezeknek a problémáknak, amik lelettek írva és elijesztette magától a Linux, ezt a kedves komment előtt, én megnézem, átnézem, megkeresem a megoldását, és utána pedig akkor sorjában szépen videót készítek róluk, hogyan lehet megoldani, de azzal a szemlélettel, hogy minden csak grafikus felületen kattingatva ide, leegyszerűsítve, kristály tisztán meg legyen oldva, ezt Linuxban el kell felejteni, mert a Linuxban nagyon erős részét képzi a parancsor. És a parancsorban sokkal gyorsabb, mint ahogy láthattátok is egy előző videóban, például a különböző programoknak a telepítése, vagy magának a rendszernek a frissítése, vagy upgrade-elése, ugye? Így ezáltal teljesen más szemléletet kilám meg, és nem egy-két órát, nem hármat, négyet, hanem akár úgy csinálni, mint ahogy én csináltam, és erről láthattátok is a kis beszámolókat, amikor egy hétig ez a rendszer alatt voltam, egy hétig az a rendszer alatt voltam, és ugye itt volt azt hiszem Ubuntu, mint illetve ugye volt a Windows 10, és lássanak csodát, én 10 éves Windows tapasztalattal a hátam mögött a Windows 10-el szívtam a legtöbbet.
Pedig hát az elméletileg egy kicsit össze barmolt 8.1 plusz egy Windows 7 összegyúrva. És mégis azzal szenvedtem, ugye? Hozzáteszem, nem mostani build-el, hanem egy jó pár hónappal ezelőtti build-el. Lehet, hogy ma már ez az Insider Preview, amely most már úgy kéne, hogy kinézzen, mint egy Gold ISO, vagyis majdnem egy végleges verzió. Lehet, hogy abban ezek a problémák már meg vannak oldva, nem tudom, majd meglátjuk a Windows 10-et. És hát azt tudom mondani, hogy mindenkinek, hogyha kérdése van, vagy véleménye van tényleg kifejtve, elmagyarázva, leírva, panaszkodva, írja le, hogy mi az, és megpróbálok segíteni én és azok a kedves kis Linuxos felhasználók, akikkel találkozhatatok már nem egy live-ban. És akkor segítünk átjutni a nehézségeken, hisz azért van ez a csatorna, hogy együtt oldjuk meg a problémákat, és együtt lépjünk egy szintet. És ne maradjunk meg a dupla kattal elindult, hú de jó, de azt nem tudom, hogy oldjam meg, ha valami baja van szinten, hanem lépjünk tovább, hogy tudjuk is, hogy mi az a probléma. De ez csak akkor fontos, hozzáteszem, ha valaki ténylegesen szeretné megismerni a működését ezeknek a rendszereknek. Akik alapfelhasználók, és csak azt szeretnék, hogy két katra elinduljon a böngésző, vagy egy játék, vagy egy program, annak szerintem nem is ajánlanám a Linuxot. Mert az csak a haját fogja tépni, azt a végén úgy végzi, mint én, ilyen kevés haja marad. Hogy egy oldalt van, mint egy budikefének, azt kezit csókolom. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és akkor érkezni fognak azokra a problémákra, a megoldások, amelyeket a kedves kommentelő ugye említett, és továbbiakban is várom azokat az építő jellegű kritikákat, véleményeket, illetve kérdéseket, amelyekbe ti beleütköztök Linux vagy Windows használatakor. A live pedig azt kell, hogy mondjam, hogy szervezés alatt van, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből a történetből. Majd szólok, hogy mikor lesz akkor live, és köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és további szép napot, illetve kellemes hétvégét neked. Hello!